Sziasztok, ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a Blockchain Tudás Pinky Én Pinki Attila vagyok, és a mai videóban arról fog beszélni, hogy egy új szakaszába lépett a kriptovalutáknak a világa, igazából szeptember 7-től, ugye az ominózus nap, amikor is El Salvadorban hivatalos fizetőeszközé vált a bitcoin, és igazából akkor történt egy esés, egy újabb, úgymond támadás sorozat indult a kriptó ellen. Ezt egy kicsit ki szeretném jobban fejteni. Aztán a második hír arról szól majd, hogy ugye itt volt ez a Evergrande krízis story, hogy ott van ugye nem más, mint Kínában a második ugye legnagyobb ilyen ingatlanfejlesztő vállalat, ami súlyos, több mint 300 milliárd dolláros adóssággal rendelkezik, és hát ugye kezd a csőcélén felé bandukolni, és ez elindíthat -e egy újabb olyan válságot, amit 2008-ban a Lehman Brothers ugye elindított. Ez egy más helyzet, és hogy talán miért más, beszéljük ezt is egy kicsit át. A harmadik hír pedig nem szól más, mint a P Networkről, amit meghekeltek, és 277 bitcoint elloptak. Tehát ismételten egy támadás a DeFi szektorral szemben. Ezek lesznek a mai videóban, és persze jönnek majd a kérdések és a válaszok a videó második felében. Ha még nem iratkoztál föl erre a csatornára, de szeretnél tagja lenni a legnagyobb magyar nyelvű kripto YouTube csatorna közösségnek, akkor itt van a lehetőség, nagyon egyszerű feladat, megnyomod a feliratkozó gombot, a csengetyűt az összeset, és már is mi az értesítés, ahogy felkerül egy új videó, amit én minden hétköznap teszek föl. Tehát tényleg ezzel a csatornával abszolút napra kész lehetsz, és próbálom a híreket mindig magyarázni, egy kicsit mögé lássunk a dolgoknak, hogy tényleg az összefüggéseket is megértsd, ne csak azt, hogy elmondom, hogy ez történt, az történt, aztán kezdve le, amit szeretnél. Valamint, hogyha Fontos neked ez a tartalom tetszik, akkor ezt egy lájkkal like tudod meghálálni, ez nekem egy tök jó visszajelzés, valamint segíted azt, hogy a videó még több emberhez eljusson, hiszen így működik a YouTube algoritmusa, tehát többen lájkolják, like többen nézik, több embernek fogja ajánlani, tehát te is tudsz ebben egy segíteni. A Patreon csoportra is tudsz jelentkezni, ugye ott a VIP tagsággal látsz minden videót, több mint 70 videó fent. Mai napon is teszek föl egy új altkony videót, amiben már szemezgetek egy ideje, és szerintem itt az ideje, hogy, hogy kielemezzük és elmondjam, hogy mik az előnyei. Nagyon sok altcoin videó, altkony elemzés van már fent, de ugye vannak heti elemzések is, hogy éppen hol tart a piac a blokklánc lévő adatok alapján vannak oktató videók fent, tudsz tőlem kérdezni, számos dolog. Sőt, most megörült ö, örült ürült, egy, egy hely, vagy lehet, hogy kettő, mert jelezték a, a platina tagok, hogy aki úgy megvolt és, és megcsináltuk a konzultációt, és akkor most egy-két hónap után tovább lépett, tehát van most lehetőség, aki ebben a bizonytalan helyzetben szeretne velem egyet beszélgetni még a jövő hét folyamán, oda még tudok azt hiszem helyet adni erre a hónapra, akkor mindenképpen mi most csatlakozzon a platina tagok közé, hiszen összesen tíz ilyen hely van, és ez egész idáig be volt töltve, csak azt mondta valaki, hogy jó, akkor ő már úgyis megvolt az e-havi beszélgetés leiratkozik, hogy ne foglalja a helyet, és akkor így más is kaphasson akkor lehetőséget. Tehát nézzétek meg, a link a videó alatt, de nagyon hamar ez a hely is akkor be telni, mint az általában szokott. Csak azért írtam rá a figyelmet fel, hogyha valaki ezzel szeretne élni, akkor most van rá lehetőség. Na és akkor kezdjük is el a piaci áttekintéssel. Szóval bitcoin 42.274 dolláron, ez kicsit több, mint 2% esés, az elmúlt 24 órában, tehát folytatódott az esése, ami már elkezdődött. Ethereum 4 ot ment le, 2932 dollárom. Ha megnézzük a nyerteseket, akkor X Infinity van az élen a top 100-ban 5%-kal, Erron 4%, Avalanche 3%. Ha a veszteseket nézzük meg, akkor pedig az énen járó az OMG 17%-os mínusszal, Szíló 15% és Harmony ment le 13%-ot. Nézzünk rá erre a bizonyos, ugye, Bitcoin ö, csártra, a gyertyákra, és lehet látni, hogy amit már egy-két videóval ezelőtt is elmondtam, és elkezdtem azt az elméletet, hogy eddig az beigazolódni látszik, tehát hogy tényleg egy hasonló alakzat ö, van itt kirajzolóban, de ha megnézel a tegnap előtti videót, ott részletesen ezt elmondtam. És ugye annak a célja ez a 37 vége, 38 körüli. Tehát én még látok arra esélyt, nyilván ez nem garancia, meg nem tuti, de látok arra esélyt, hogy nézzétek meg, hogy volt egy egy, 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 szép esés itt a tegnapi előtti napon 20-án, és bizony tegnap még megint tovább tudott esni, sőt, ha ezt a gyártyát nézed, akkor lehet látni, hogy 39.600-ig is lement a Bitcoin, tehát benézett 40 ezer alá most megint akkor egy kicsit visszatért, kicsit fölmegy, de még, még simán bennem az szerintem, hogy még akár leszúrhat ide, és talán, talán utána elindulhatunk ö, felfelé. Nyilván senki arra spekuláljon, hogy majd ő megmondja, hogy hol van zajja és majd akkor fog beszállni, hiszen ezt nem lehet, úgy, mint a kiszállás sem lehet tudni, hogy hol van éppen a teteje. Nem tudsz igazából más tenni, ha szeretnél részt venni, és aránylag jó átlagot összeszedni, hogy amikor ilyen, ilyen, ilyen jó pontok vannak, akkor, akkor, ott, nem tanácsadás persze, inkább úgy mondom, hogy én itt csinálom, akkor vásárolgat az ember. Tehát én is vettem most, például az ethereum vettem, nem tudom, be volt állítva nekem, 2890 környékére. Az egy abszolút jó árnak tűnt nekem, úgyhogy még egy-két ugye 3600 körül volt, és hogyha hosszú távon gondolkozol, akkor úgy gondolsz rá, hogy jó, lehet ebből lesz majd 6000, 7000, 8000 vagy 10.000-es 10 Ethereum, akkor meg innentől kezdve ez egy diszkontár. Tehát én itt tekintek rá, nem tudom természetesen, hogy hol lesz ennek az esésnek az alja. Vannak ezek a különböző szintek, meg különböző elméletek, de aztán látjátok, jön egy rossz hír, és felülír mindent. Tehát azért ezzel legyünk tisztában, a hírek azok és ugye a különböző a befektetés hangulat, ami nagyon irányítja az egészet, és kicsit másodlagos, hogy úgy veszük ezek a technikai jellemzések, bár abban segítenek, hogy nagyon sokan ugyanezeket a pontokat látják, és ezért egy önbeteljesítő jóslata van ennek, hogyha mindenki ugyanazt nézi, akkor mindenki annak a szerint lép. És akkor így történhet az, hogy ú, uh, már megint beigazolódott, de igazából ez egész kicsit erre épül. Na jó, na majd meglátjuk, hogy akkor ahogy lesz, mondom, még simán lehet, hogy még, ahogy itt is mondtam, hogy még tovább mehetünk lefele, lefele. Most már mentünk voltunk 40 ezer alatt is, nem biztos, hogy elérjük ezt a 38-at, de könnyen lehet. Na most, hogyha ott történik valami, és utána akkor, akkor újra tervezés, mint mindig. Tehát ilyen a kriptóvilága. Na de akkor jöjjön az első hír. Az első hír pedig inkább egy helyzetjelentés hogy jelen pillanatban milyen irányba tartunk, milyen új változások történtek, és bizony, milyen támadásokat kell most a kriptónak kivédenie. Azt elmondhatjuk, hogy 2020-ban egy teljesen új időszak kezdődött, hiszen akkor jött egyre több intézményi befektető felül az a gondolat, és, és a különböző hatalmi szervek részéről, hogy hogy talán akkor fektetek a kriptóba, a különböző országok azon gondolkoztak, hogy hogyan szabályozzák. Tehát egy teljesen más dolog, mint 2017 még, amikor még bőven a mindenki a tiltás irányába ment. Tehát nyilván egy nagy változás következett be. Viszont úgy, ahogy elindult az intézmények részéről a befektetés a kriptóba, a most szeptember 7-e, tehát e hónap ö, 7. napja, egy nagy változást hozott, hiszen az első ország, El Salvador, ugye megtette hivatalos fizetőeszközévé eszközévé a bitcoint. Ilyenre még nem volt precedens a múltban. És ez biztos, hogy teljesen új ö, szintre emeli ezt az egészet, hiszen a többi hasonló helyzetben lévő ország is így fog majd gondolkodni, és ebből egy páran követik el Salvador-t, és ebbe az irányba mennek, akkor ez egyre jobban ugye mainstream teszi a bitcoint, hiszen nagyon-nagyon sok olyan ember van, kb. két és fél milliárd, akik nem férnek hozzá a világon a bankrendszerhez. És elszávadorul is annyi történt, <coughs> hogy ennek köszönhetően, hogy bevezették ott a bitcoin, mint hivatalos fizetőeszköz. Lehetett látni, a tegnapi hír is arról szól, hogy már 1,6 millió embernek van az a bizonyos csívó pénztárcához hozzáférése, és ugye tudja akkor már a bitcoint használni, tud bitcoint már fogadni, ami nagyon-nagyon fontos, és igazából bankrendszer nélkül, képített bankrendszer nélkül ugye tud digitálisan pénzt küldeni és fogadni bitcoin formájában. Szóval itt elindult egy dolog, viszont azért egy jelzésérték. Szeptember 7-e volt szintén az a nap, amikor egy elég szignifikáns belsés 20%-ot esett a bitcoin árfolyama, úgymond büntetésként egy kicsit, hogy akkor most itt mi is történik. Aztán azóta kaptunk ideget meleget, hogyha megnézitek, ugye akkor beszél, beszámoltam erről is, hogy a Solana hálózata is támadás érte, és ugye leállt, aztán támadás. Tehát ugye ott tudjuk, hogy már abban a videóban kifejtettem de a lényeg az, hogy nagyon-nagyon sok tranzakció történt meg, és egyszerűen forkok keletkeztek, és ugye a rendszer ezt nem bírta. De konkrétan ugye az Ethereum ellen is indult támadás, bár ezt egészen jól kivétte, ott nem történt semmiféle leállás, de azért tényleg ö, vannak itt nehezítő dolgok. Aztán, ha belegondoltok, akkor itt van a ö, Coinbase, ö, amit, aki ugye ezzel a ö, land programmal, tehát a kölcsönadási programmal szeretett volna kirukkolni, de jelezte feléjük az SEC, hogy amennyiben ezt <coughs> megcsinálják, akkor bizony onnantól kezdve pert indítanak ellenük, tehát már nem is lépték ezt bár nem volt nagyon megindoklás, tehát csak inkább fenyegettek. Hogyha megnézitek, akkor az IMF folyamatosan ugye figyelmezteti az embereket, hogy a kriptó abszolút nem alkalmas hivatalos fizetőeszköznek. Hiszen gondoljatok bele, hogy előbb elmondtam az ő érdekük, a normál centralizált banki rendszernek a működtetése, aminek, amit az egészet ugye kézben tudják tartani, és abszolút nem érdekük, hogy egy, egy ilyen rendszer, a bitcoin úgy kiépüljön, hogy ez teljesen át tudja menni ezt a szerepet, amit mondjuk éppenséggel most El Salvadorval is ö, tesz. Tehát vannak különböző ugye, lázadások. Aztán itt van ö, Gary Gensler, akinek örültünk egy ideig, az SCC-nek az új elnöke, nagyjából, most már, már, új, már egy ideje ott van, hogy végre egy ember, aki, aki oktatta a blokkláncot, van valami köze hozzá. Na de most aztán ott tartunk, hogy azt mondta Gary Gensler egy nyilatkozatában, hogy ugye a kriptónak nincsen hosszú távú nagyon létjogosultsága, és szeretné igazából megvédeni ezek a befektetőket ettől, mert hogy nagyon ugye, rizikósnak gondolja. Tehát abszolút nem abba az irányba megy az SEC jelen pillanatban, hogy nagyon elfogadná és támogatná ezt az egész kriptóval kapcsolatos dolgot. Tehát ez is egy, egy, egy nehezített dolog. Tehát összességében azért lehet látni, hogy folyamatosan, folyamatosan van támadás azért a kriptó ellen, próbálják visszafogni, ez pedig azt jelenti, most már tényleg kezd akkorára nődni, annyira kezd feszülni ez a buborék, hogy most már próbálgatják az utolsó lehetőségeket, aztán egy idő után ki fognak ebből fogyni. Ez pedig számomra arra világít rá, hogy bizony a kriptónak igenis van létjogosultsága, és hogyha ha ennyire próbálnak vele szembe menni, és eddig se tudtak semmit kezdeni vele, most is csak annyi fog történni maximum, hogy próbálják jobban majd szabályozni. De igazából azokban az országban is, ahol úgymond betiltották, ott se tudtak nagyon mit kezdeni. Ott is tudták az ember a, a kriptózást egyébként folytatni, hiszen nem tudják ezt a rendszert leállítani, nem tudják kikapcsolni a bitcoinnak a hálózatát. De mindenképpen lehet látni, hogy most is, nem csak a világban ugye nyilván a, a mostani a utóbbi esés, nem a, a szeptember 7 e hanem ami most volt, az ugye köszönhető ennek a kínai ügynek, amiről persze most szeretnék szintén egy, egy pár szót szólni, hogy most akkor mennyire kellettől félni, milyen esélyek vannak arról, hogy tényleg ez most akkor bedönti itt a világot, és, és elindul egy lavina effektus, ami aztán nem csak a tőzsdét söpri le, hanem a kriptovaluták világát vagy mégsem így lesz ez. Ez a következő hír. Látottuk, hogy ismételten egy jó kis esés volt a piacon, ugye ezt most már tapasztaljuk, és próbálunk akkor nagyjából hozzászokni, hiszen ugye ez az esés most történt ugye szeptember 20-án. A fő hír, ami pedig ezt okozta, az pedig eh, nem volt más, mint ez a bizonyos Evergrande Kína második ingatlan, második legnagyobb ingatlanfejlesztő vállalatának, a csőd szélére való kerülése, a maga 305, milliárd dolláros adóságával. És hogyha megnézzük, hogy mi történt a Lehman Brothers esetében, ugye 2008-ban ott is volt egy 600 milliárd dolláros adóság, ami aztán végül úgymond beindította ezt az óriási válságot, ami akkor ugye történt. És pontosan ezért, amikor ez meg a hírekben, hogy itt óriási probléma van, akkor nagyon sokan azt mondták, hogy uff, akkor, akkor ez fogja az egészet elindítani. Viszont most már egyre több szakértő is, köztük itt van például Ray Dalio is, azt mondja, hogy ennek a bizonyos eseménynek, az Evergrande adósságnak azért nincs akkora jelentősége, és kezelhető, ahogy ő mondja, manageable, nem úgy, mint 2008-ban a Lehman Brothers esetében volt. Egyszerűen a kínai kormány, ha kell, ki tudja segíteni. És jelen pillanatban azért nem áll a világ annyira jól, hogy még ezt is ugye bevállalja ezt a nagyobb esést. Ugye most esett a tőzsde is, ennek köszönhetően a befektetési hangulat romlik, és ez bizony kihat a kriptóra is, ha tetszik, ha nem. A kettő igencsak összefügg, és inkább a tőzsde hat a kriptóra, mint a, ugye, a kriptó a tőzsdére. Na most a jelen pillanatban, hogyha megnézzük például itt az adósság órát, hogy a különböző országoknak milyen adóssága van, és mekkora a GDP-jük, akkor lehet látni, nézzétek meg, az Egyesült Államoknak van nyilván a legnagyobb, 28 billió dollár. Nál is több, majdnem 29. Ezzel szemben közel 22-23 billió dollár a GDP-jük. Tehát lehet látni, hogy ez jóval több, mint a GDP. Viszont a második helyen lévő Kína GDP alapján lehet látni, hogy nekik 14 billió dollár, közel 15. Ugyanakkor ezzel szembe az államadóság az pedig igazából valamivel 8 billió dollárnál több. Jóval kisebb, mint az Egyesült Államokban, de az arány itt a nagyon fontos, szerintem, hogy mivel itt több, mint a GDP, itt pedig nagyságrének mondom kicsivel több, mint a, a fel a GDP-nek. És pontosan ezért ez azt mutatja, hogy a kínai kormánynak ez nem akkora érvágás, hogyha ki kell egy ilyen céget segíteni, nem kell azért még annyival több pénzt nyomni akkor a rendszerbe, hiszen sokkal jobban áll, mint mondjuk az Egyesült Államok. Tehát innentől kezdve valószínű ők majd ezt a helyzetet megfelelően fogják kezelni, még nyilván a hírekben kell majd várni, hogy hogyan léptek, hogyan oldották ezt meg, de most egyre többen azt mondják, hogy ez bizony nem fog egy olyan helyzetet elindítani, mint annó 2008-ban volt. Nyilván lesz majd egy olyan pont, hiszen nagyon feszül ez a rufi, hogy mikor, ez még továbbra is jó kérdés. Egyenlőre ott, néz, ott vagyunk, hogy talán, talán akkor ez abszolút megfogható volt, ha viszont ez így van, akkor ennek semmi köze ugye a kriptóhoz, ennek az esésnek. a tűzsde hatott és a befektetési hangulat hatott a kriptóra, és ezért kezdett el esni. Ebben az esetben viszont lehet, hogy csak simán tényleg ez a szokásos szeptemberi hanyatlás történik, és október nagyon sok szempontból jelenleg még abszolút jól nézhet ki. Tehát, hogyha visszatérünk akkor ide, hogyha még kicsit, még mindig folytatjuk ezt az esést, ugye szeptember 22-e van, tehát igazából van, mert több mint egy hét van hátra a szeptemberből, és akkor utána indul az októberi hónap. Az októberi hónap folyamán egész jó eséllyel vagyunk, hogy mehetünk felfele. Fontos ezeket mindig újra beszélni, újra tárgyalni. Tehát most ne úgy gondoljatok erre, hogy jó, akkor jó lesz október, akkor tudja, hogy így van, nem. A jelek jelen pillanatban ebbe az irányba mutatnak, ugyanis ennek az esésnek igazából nem a kriptóhoz volt köze. Ennek az esésnek, ennek a kriptóhoz volt köze, hiszen ekkor történt meg a bevezetése a Salvadorban szeptember 7-én ez a kriptónak szólt abszolút, ez nem. És innentől kezdve van esély arra, hiszen összességében meg a befektetés hangulat jó, a bánák lehet látni, hogy továbbra is, és az intézményi befektetők fektetnek folyamatosan és felvásárolják a bitcoinnak a kint lévő részének azt a részt, amit ugye meg tudnak jelen pillanatban venni, és folyamatos, folyamatos bevásárlás történik. Nos, ez pedig abba az irányba hajtja a kriptót, hogy, hogy, hogy megtörténhessen az, hogy bizony felfele mehetnénk az év vége fele. De majd meglátjuk, hogy tényleg mi lesz. Mindenkit folyamatosan ugye óvatosságra intek, mert azért... Na, szóval kriptóban vagyunk, ezzel mindenki legyen tisztában. Ha hosszú távon gondolkozunk és hiszel benne, akkor igazából téged nem befolyásolnak ezek a dolgok. Pláne, hogyha hodler vagy, ugye tartod mondjuk a bitcoint, vagy az etériumot hosszú távon, akkor tudod, hogy mindegy, hogy tavaly, mikor vetted a, a bitcoint, még mindig pluszba vagy vele, igazából. Ha az év elején vásároltad a bitcoint, még mindig pluszba vagy vele. És ha hosszú távon gondolkozol, akkor akkor jó. Hogyha májusban vetted, vagy, vagy áprilisban, tehát amikor az a, a csúcs körül volt, akkor ahhoz képest nem vagy, tehát ahhoz, képest, ahhoz viszonyítva, viszont nagyon-nagyon kicsi, tehát kevés idő telt el. E, ha távon gondolkozol, akkor általában ebből nem szokott gondolni. De ezt mindenki magának eldönti. Nyilván ez nem tanácsadás, ami itt folyik. És akkor jöjjön a következő hír, ami pedig egy hacker támadás. Ismételten megtépázták a DeFi rendszert, ezúttal pedig a P-Network-et. Egy újabb hacker támadás történt, most pedig 277 bitcoin tulajdonítottak el, méghozzá a P-Network esett ennek áldozatul. Ugye a P-Network egy ilyen multi-chain bridging protokoll, tehát úgymond egy ilyen több láncú, több blokkláncból álló, áthidaló protokoll, és ugye ez a Binance Smart Chain-en történt ez a bizonyos támadás, 277 pbt t azaz ugye ez a Bitcoin Bridge verziója en a Bitcoinnak, de lényeg mondjuk az, hogy, Bitcoin tulajdonította el. És ugye a protokoll elismerte, hogy egy támadónak sikerült kihasználni egy hibát, egy ilyen bagot, ugye a kódbázisban, tehát a kódbázisban, hogy átvegye az irányítást az ellapott Bitcoin felett, és ugye ezek a uh, bridging contractok, tehát ezek az áthidaló szerződések jelenleg is megszokott módon működnek, de ugye uh, most extra nagy uh, biztonsági megfigyelések mellett. És ugye bizony ez a hack, ez nem a legelső a sorban. Ha mostanában ugye nézzük, akkor ott volt ugye a Poly Network, ahol ugye 600 millió dollár értékben tulajdonítottak el kriptovalutákat. Az szépen mind vissza is került, aztán utólag volt ez a mizó elleni támadás ugye a sushi protokollban. Ott mind a kettőnél egyébként lehetett tudni, vagy valahogy ott az, az azonosság az, 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 az megvolt, és ott vissza is szolgáltatták ugye ezeket az ellapott dolgokat. Itt felajánlottak másfél millió dollárnyi jutalmat, hogyha emberünk visszaküldi ezt a bitcoint, de nem úgy tűnik, hogy ők annyira infóval ők rendelkeznének, legalábbis nem publikálták, mint a Poly Network esetében. Szóval egyenlőre ez a pénz még nem került vissza. És ugye itt mindenkinek ez egy intőjel továbbra is, amit már akkor is elmondtam a Poly Networknél, hogy a DeFi még nagyon gyerekcipőben van, ugye ezek a bizonyos landing protokolok. Innentől kezdve gondoljatok bele, hogy van kockázat abban, hogyha ilyen helyen tárolod a kriptódat, vagy igénybe veszel egy ilyen szolgáltatást, tehát ezekben az okos szerződésekben itt is az újabb példa, hogy bizony számos bug van még, tehát gyerekcipőben járunk, egy nagyon fontos dolog a DeFi, egy nagyon jó irányban megyünk, de azért ez még egy nem egy ö, kiforrott dolog, és Egyszer ez a hálózat, egyszer az a hálózat sérülhet. A hekkerek pedig tudjuk, hogy folyamatosan azon dolgoznak, hogy támadjanak. Ezek között vannak úgymond tényleg ezek az etikus hekkerek, akik megmutatják, mert látjátok, ott volt a hiba, így loptam el a pénzt, esik, visszaszolgáltattam, tanuljatok belőle. És egy hát nyilván van az a verzió, aki pedig ezt nem teszi meg. Itt most nem tudok arról, hogy még nem jött ki az a hír, hogy ő visszaszolgáltatná. Na majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Tehát továbbra is támadás alatt a DeFi, de hát ugye erre lehetett számítani. Nos, ennyit a hírekről, jöjjönnek a kérdések, és azokra a válaszok. Ha kérdezni szeretnél, akkor nagyon egyszerű a dolgod, írsz a mindenkori videó alá és azokból és a következő videóba pedig hozom a válaszokat. Ha pedig tényleg tőlem személyesen szeretnék kérdezni, és minden kérdésre még aznap választ kapni, nagyon egyszerű dolgodon, akkor pedig csatlakozz a Patreon csoporthoz, és ott személyesen tudsz nekem írni, és akkor nem úgy van, mint itt a kommenteknél, hogy kiválasztok egy párat, és azokat megválaszolom, hiszen mindenikre már nem jutna idő. Ott mindenki egyesével megkapja a választ, és, és szerintem ez egy, ez egy különleges lehetőség, hogy, hogy folyamatosan tudsz minden nap tőlem kérdezni ott. És akkor jöjjenek is a kérdések. Kedves Attila, mi a véleményed a VeChain-ről? Érdekelne, hogy te hogy állsz hozzá, és szerinted meddig juthat el a Bika piac végére? Válaszodat előre is köszönöm. Szerintem egy jó projekt a Vícsén, ugye az ellátási lánchoz kapcsolódik, és a blokklánc az tökéletes az ilyen rendszerekben, tehát tényleg tök jól lehet használni. Ráadásul ezekből a legnagyobb, tehát én mindenképpen uh, szép jövőt jósolok a Vichy-nek, mert tényleg nagyra nőtte ki magát, és tényleg egy olyan dolgot szolgál, ami megint valamit hozzáad ez az egészhez. A VeChainről is van természetesen egy altcoin videó fent a Patreon csoportban, tehát hogy egy részletes elemzés ezzel kapcsolatban érdekel, akkor uh, ott megtalálod és hogy milyen ugye, ár várható a Bika piac végére, ebben nem szeretek belemenni, nem, 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 látom értelmét. Most mindenki tippelget, hogy most ennyi lesz az, annyi a bit Még a bitcoinnál csak-csak próbálod belőni, hogy mi lesz, de most minden protokollt megnézve a piaci kapitalizációt, felszorozza, hogy ha ez ennyit megy, akkor ez akkora hozzá képest, annyit megy. Igazából ez szerintem nagyon nehéz eltalálni, és akkor meg minek találgassunk. Nagyon egyszerű, hogyha egy olyan protokollba fektetsz, ami nagyon szépen megy föl, ha folyamatosan realizálsz valamennyi profitot magadnak, akkor te biztos, hogy profitban leszel, és valamit engedsz tovább, akkor meg biztos, hogy befektetve, tehát bennmaradtál a protokollban, tehát ha nő tovább, akkor bizony a te pénzed is tud és befektetésed folyamatosan nőni. Én ezt a stratégiát alkalmazom, ezzel nem tudok veszíteni. Nyilván kevesebbet nyer az ember, mint hogyha csak úgy behagyná rá se nézne, de akkor benne van a kockázat, hogy ho, megjött a medvefiac, fordultunk, és onnantól kezdve, ah, oh, már megint lent van. Hosszú távon, ha hodder vagy, akkor lehet, hogy 5-6 év múlva tök mindegy, mert sokkal följebb lesz, mint most. De attól függ, hogy van-e rövid távú vagy hosszú távú terved, ez a stratégiától függ. És ez nyilván a többi kriptóra is vonatkozik. Szia, nagyon jók a videó. Így lenne egy kérdésem, hogy előfordulhat, hogy egy nap alatt akár 60-70%-ot beesik a bitcoin. Hát ez nagyon extrém lenne, tehát azért láttunk nagy belszakadásokat, de most is ugye elég nagy volt, egy nap alatt 20%-ot esett nagyjából szeptember 7-én, azért napi 70%-ra egy nap alatt azt azt, 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 kicsit erősnek gondolnám, nem tudom, hogy aholnak mi az kéne történni. Tehát nyilván vannak kriptovaluták, amik ekkora esnek egy nap alatt, viszont a bitcoin esetében ezt már, már túl, túl, túl nagynak tartanám én személy szerint. Szia Attila, a minap megpróbáltam át, megpróbáltak átverni egy Telegramon feltett kérdésem után, ami az ulti tokennel volt kapcsolatos. Az illető hivatalos adminnak adta ki magát, megpróbálta elvezetni, megpróbált elvezetni az általa működtetett csaló oldalra, ahol csatlakoztatni kellett volna a Metamask tárcámat, ahol kétségtelenül lenulláztak volna. A kérdésem az, hogy ha van egy ledgerem, amit tárolom például a fenti tokent, az megvédett volna annak ellenére, hogy tegyük fel, mégis csatlakoztatom a metamask tárcámat a csaló oldalhoz. A <kül> lényeg az, hogy ilyenekre tényleg nagyon figyeljetek. Az a kérdés, hogy ő milyen okos szerződést hozott ott létre, és te mihez adtál neki jogosultságot. Tehát, hogyha egy olyan, hogy, hogy, hogy hozzáférhetett akkor a kriptódhoz, és akkor utána le is okézol a, a metamaszkot csatlakoztatva a ledger igen, hogy akkor lehet csinálni, és azt jóvá hagyod a ledgeren, és egy olyan okos adtál engedélyt, hogy nyilván így a ledgeren lévő kriptód is veszélybe került. Tehát nagyon mindig figyeljünk arra, hogy mihez csatlakozunk, mire adunk engedélyt. Ha szokásos oldalakat használod, tehát mondom, Uniswap-on, eh, Swapos, vagy pedig küldesz kriptót, felküldöd a Binance-re, és így, akkor igazából ott nem nagyon történhet. Amikor mindenféle ilyen oldalakhoz, stekel oldalakhoz, ide-oda hozzáféréseket meg kell adni, hát azokból szoktak általában lenni a problémák, mert ugye csomó ilyen oldal van, hogy most akkor jutal, majd airdropoknál nagyon kell vigyázni. <kül> ott is ugye arra mennek rá, hogy ú, mindenki az ingyen, ingyen kriptót nagyon szereti, és, és, ugye nagy kérdés, hogy milyen árat fizet érte, milyen információkat szednek ki belőle, mit hagysz jóvá, milyen engedélyt adsz, és legtöbbször az emberek ugye nem is figyelik, hanem csak úgy, jó, persze, mehet, 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 gyomjuk, gyűjtsük, gyorsjuk, kérem azt a ingyen kriptót, kedvezményes kriptót, vagy nagyon nagy százalékért cserébe lehet ugye valamit akkor, akkor sztékelni, és hát nyilván ebben pedig benne van a veszély. Tehát nagyon-nagyon-nagyon legyetek óvatosak a kriptovilágában. Hú, ma büszke vagyok magamra. Utasításaid alapján kész a ledgerem. Na, örülök neki, ugye van erről egy teljes félórás videó fönn a Patreon-ba, hogyha megkapod a ledgeredet, akkor lépésről lépésre magyarul elmagyarázva, hogyan tudsz végigmenni. Ez már nagyon-nagyon sokan így megcsinálták, és, és mindenkinek nagyon hasznos volt. Ezt is ott meg tudod nézni, nagyon sok más videóval együtt. Köszi, hogy ö, köszi. Egy kérdés, ö, ha a MetaMask-on vagyok, és ott a Ledgeren át tudok valahogy közvetlenül rátenni kriptót, vagy mindenképp küldeni kell a Ledger címre. Na most, hogyha jól értem a kérdést, akkor ö, csatlakoztattad a Ledger tárcádat a Metamaskhoz, tehát van annak egy számlaszáma, és van a külön accountod ugye a Metamaskon. És a kérdés az, hogy ugye a kettő között, mivel Metamask átjárható ez a dolog, vagy pedig ez egy külön küldés. Nem, ez egy külön küldés, tehát tök mindegy, ez egy RC20-as, ugye, tehát Ethereum hálózatra épült számlaszám, ami ott neked van, ugyanolyan, mint az összes többi, akár a Binance-en lévő Ethereum címed, és innentől kezdve a küldés egyikről a másikra, mindegy, hogy az metamaszkon most úgymond belül találhatom, mert igazából nem belül, mert csak a ledgeredet csatlakoztattad a metamaskhoz, tehát ő tudja ott kezelni, de az eredetileg a ledgernek volt a címe. Tehát pontosan ezért az ez egy ugyanolyan utalás és ugyanúgy tranzakciós díjat kell érte fizetni, hogyha a metamaskon lévő dolgokat akarod mondjuk a ledgerre átcsoportosítani. <kül> Ami egyébként érdemes megcsinálni, mert már számos ilyen metamask támadásra hallottam, hogy kiürültek a a Metamask tárcák az előbb említett problémák miatt, hogy biztos valahol jóváhagyást adott, vagy valahogy meghekkelték, csak már utólag nem is tudja az ember, hogy hol. Érdemes, ha már választott, akkor tényleg a ledgeren tartani a kriptót, és a metamaskon keresztül például tudja a uniswap vagy számos mást, a pancake sok mindent használni, attól függ ugye, hogy melyik láncom van rajta. Akkor ennyit. Ennyit akkor mára. Ha tetszik ez a tartalom, akkor mindenképpen nyomj egy like valamint csatlakozz te is a legnagyobb magyar jelvű kripto csatornához, ez a Blockchain Bloom Hungary. Tök jó közösség van itt, látjátok, egymás segítik az emberek, tök jó kérdéseket föl tudtok tenni, nincsen rossz kérdés. Tehát bátran írjatok, és azért vagyunk itt, hogy tanuljunk. Annyit kell tenned, hogy megnyomod a feliratkozó gombot, a csengetyűt, és összeset már itt is vagy és megy az értesítés minden hétköznap, ahogy felkerül egy új videó, és én minden hétköznap teszem ezeket föl, kb. fél órásig ezek a videók, és látod, hogy vannak benne mindig napi hírek, kicsit az összefüggésekről beszélni, kicsit a csártokat elemezni, itt vannak a kérdések, tehát egy nagyon komplex tartalom minden nap, amivel ugye te napra kézen tudod magad tartani, ami a legfontosabb szerintem a kriptóvilágában. Holnap jövök vissza a legfrissebb kriptóta és blokklánc hírekkel mindenkinek szép napot, sziasztok! Thank <sharp inhale> you.